Annyit gudlakoznak már. Még beírnám, hogy boldog pokoljárás, csak már nincs rá idő. És úgy se értenék. Nagyon paráztam, ott jobb oldalt közel volt. Hát nem sokat láttam a füstről, az azt is. Úristen, hát ez őrült. Bejöztem, meg is értem. Hogy beszitált az alatt az autó. Hát ezek életveszélyesek. Inkább belül fékezek, mert ez belémem. Hát, az előző körben volt olyan angyalom, akkor ez most dolgozott. Hát az nem volt neki tiszta. Na jó, nálunk. Hát ennek a mezőnek nagyobb volt a füstje, mint a lánya. Az mit csinál? Hát hányszor változtatott az irányt?
Hát, basszus, háromszor jobbra-balra, jobbra-balra ment a célegyenesbe. Na hát azért nem lesz egyszerű, mert hogy hogy megyek el mellette, hogy ezt csinálja. Testsel kellett neki. Végig, ameddig csak lehetett, kívül tartottam, és amint elindult, arra berántottam belőle azt a mindenre. Mára lekörözöttek? Hát ez mi? Na még ez se lesz egyszerű történet. Valami szóval most, hogy megelőztem, meg elkezdte nyomni. Remélem föltartja. Na Isten, nem vár bottal. Csak balfasz botokkal. Ez az, fiam, nyomjad neki, tartsd be neki. Hát életveszély, milyen emberek itt benne. Hát itt mi hamarabb az I-ratinget fel kell tornászni 1500 felé, mert ez a katasztrófa, ami itt meg. Itt konkrétan túlélő show van. De ebben a mezőnkben még a major is tanulhatna, tehát... Kis Miska lenne itt. Nem mondom, itt az autóversenyzés trógereit neveli az iRacing az alsó splitekbe. Ezeknek külön kéne szerintem Roncs Derbyt azért szervezni, és csak ott engedni őket indulni. Vagy nem tudom, de hát itt nem tudnak normálisan menni.
Van lehet olyan felnőttek, akik egész életükben a vezetés magába foglalta a bevásárlókocsi tologatását. Vagy ilyen Need for Speed által nevelt emberké. Ja, vagy a GSR Rotax nevelő szériája. Ahol az ifjú tehetségteleneket felfedezik. Annyira nem vészes. Én gyújtatom, mert élvezetes, meg egy kicsit gyorsabb. Ezeknek a nevükben több karakter van, mint amennyi a intelligenciájuk. Én kivazod, hogy Jézus, Martínez, Cuadrado, José, Ellen, Jorge, Rodriguez, Naranjo. Dél-amerikai szappanokra lesz. Hát mi lehet, hogy nincs is segítség, vagy milyen segítség van, nem tudom. Hát most a csíkkal nem mész semmire, csak hogyha szívod. De hát a kipörgésgátló, hát az nem kell. Az lassít, az biztos, hogy lassít. Hát szerintem sokkal kevesebb segítség van, mint Airfortorban, de igazából nem tudom, hogy mik, mert én nem használok semmit.
És igazából szóval az autó brit van csak benyomva, hogy ne kelljen kuplungoznom. De összességében csúszósabb lett ez a Mazda, mint az előző. Jobban oldal csúszik, viszont jobban lehet korrigálni. Jó, hogyha nagyon elindul, akkor ugyanúgy nem lehet megfogni. Meg pár picit könnyebb elmelegíteni a gumikat, viszont kevésbé alulkormányzottabb. Ja, szerintem összességében pozitív irányba változott ennek a fizikája. Tényleg ahhoz képest, hogy túrautó élvezetes vezetni, és kb. Ez az egyetlen, mert az összes többi GT-től hülyét kapok, annyira alulkormányzottak. Még hátsókerekes BMW is. Tehát igazából nem tudok megérteni. Egyiknek sem. Még mindig vezetetőbb, mint mondjuk a Mercedes meg a többi, de még mindig nem az igazi. Álljában mi a formányhez vagyunk szokva, hogy dobálja a segét meg ilyen. Na, akit legközelebb körözök, az Dallax Alexander a neve. És tudtam, hogy Dallasból van keresztnév. Ja, vagy lehet, akkor fordítva nyomja. Majd csak szereti a Dallas, mint sorozatot. Lehet, hogy egy joki. Ebből nem, csak már nem nyomom, mert nem kell. Általában 15 másodpercet mögöttem a kövi. Nem, az elén a... az emberbe ment, belement egy X, vagy 4X, nem tudom mennyi X-et adott arra. Ah, akkor balfackodott előttem. Update-elték a tükröződést szerintem, mert jobban látom.
szélvédőn, ahogy tükröződnek a dolgok. De nem minden szögből, tehát függ attól, hogy honnan sütanodtak, mint például itt a célnyesben láttam, hogy tükröződik a matrica. Ja, és nem csak egyeseknek a fejükben. Hát ez lesz a második győzelem. Egyet dobtál össze. Jaj, basszus! Ah, ez nem kellett volna. Ah, viszont nagyon is.